Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Csütörtökön különleges eseménynek adott hont a Jankai Vendégház. Az első országos tehetségfeltáró programról az esemény kurátorával, Baj Miklós Zoltán, BMZ-vel beszélgetek. Tegezőleg, szervusz, köszöntelek Szervusz, szervus. köszönöm a lehetőséget. Nos, hát kicsit csaltam itt a bevezetőben, mert hát nem csak csütörtökön lesz szó itt mindenről, hanem csütörtökön kezdődik majd ez a összművészeti, talán lehet így is mondani, vagy nem annyira összművészeti, erről majd beszélünk, de workshopok és különböző előadások is lesznek. Honnan jött mindennek az ötlete, és hogyan lettél ennek az eseménynek a kurátora? A Timár el a Jankai Művészeti Közalapítvány elnöke, Hát korábban munkatársi kapcsolatban voltunk, de ez így meg is maradt attól függetlenül, hogy ez csak ilyen idéglenesen van. Tehát ő mondta, hogy kért föl, hogy történjen ott valami a Jankai apartmanban, vendégházban, és ezt a kerítéstállatot találtuk ki. Ez az ő ötlete volt, hogy a kerítéseken legyen valami. És én Korábban a, ebben a programban is érintett két ember, tehát a konzgábor Gábor és a Nagy Zopánnal, akik szervezői voltak Jászberénben az Art Camp nevű művésztelepnek. Ők, nekem nagyon tetszett az, hogy fiatal művészeket is bevontak a művésztelep, tehát vagy még egyetemista, vagy már végzett, az a lényeg, hogy esténként nyitottan a városnak voltak ilyen workshop jellegű előadások, ahol tulajdonképpen vetítéssel elmondják, hogy ők mit csinálnak, és lehet velük beszélgetni, tehát hogy mi, miért, rá lehet kérdezni. És akkor így gyakorlatilag lehet látni, hogy jelen pillanatban a fiatal, vagy egykor fiatal, hát ez két emberre érvényes az egykor fiatal, a e, alkotók e, mit hoznak létre. Így jött az ötlet, és én meg is kértem Konzgabit és Nagy Zopánt, hogy akkor őknek nagy a kapcsolatrendszerük ilyen téren, e, benne élnek ebbe a kultúrkörbe. E, Konzgábor is talán két éve végzett a művészeti egyetemen, nagyzopán, mint művészeti író, író, költő, fotográfus, meg élő kapcsolatban van a fiatal alkotókkal. Bocsánat, formáját tekintve, vagy formájukat tekintve egész pontosan mi lesz majd itt látható? Jó, mondom, kiírtunk egy pályázatot, ahová lehetett jelentkezni a fiatal alkotóknak, és mindenki küldött egy munkát, meg egy önéletrajzot. Ezeket a munkákat felnagyítottuk, tehát a szélességük a 180 cm, és ezek a művek, tehát hét munka lesz most kiállítva, és egy éven keresztül. De akik a Jankai apartmanba látogatnak, azok egy éven keresztül láthatják ezt a munkát, és bízunk benne, hogy jövőre újra kiírhatjuk ezt a pályázatot a kerítésen, szabadtéren, most a hét folyamán, ami csütörtökkel indul, 19 órakor nagy megtiszteltetés, hogy dr. Básmelyi Gábor, a Munkácsi Mihály Múzeum igazgatója elvállalta azt, hogy ő mond egy bevezető, köszöntő beszédet. A Jankai Műzeti Közalapítvány ugye kötődik a Munkácsi Mihály Múzeumhoz, és ezt követően, hát a két fő szervező e, kerül ide, a konzgából és a Nagy fog e, bemutatkozni, és e, a következő nap, a péntek, akkor már 20 órakor kezdünk, mert a vetítések 20 órakor kezdődnek, tehát csütörtökön 19 órakor a megnyitó, és e, pénteken 20 órakor, e, úgy mondjuk ezt, hogy e, csajos nap tehát három fiatal hölgy ö, mutatkozik be, Kerék Tíra, Kőműves Luca és ö, Szőke Lili. Nagyon izgalmas munkák ezek egyébként, ö, így felnagyítva is ö, visszaadják az eredeti ö, műveket, válaszolva arra a gondolatra, hogy hogy milyen jellegűek ezek a munkák. Nagy részük a alkotóknak táblaképpel foglalkozik, de ma már azért a táblaképet nem kell olyan szorosan beszorítani. Gyakorlatilag van installáció alapú tehát, hogy felépített a térbe valamit azt fotózták le, és az van kiállítva. Van a nagyszopán esetében fotó manipulációk. Kerülnek, tehát az a kép alapja, és van olyan alkotó, hogy rendesen, hagyományosan megfestett táblaképnek a reprodukciója van, fotója van fölnagyítva, digitalizálva. Ezeknek a előkészítését szintén a konzervábor vállalta magára, mint ahogy a plakát és a meghívó tervezését is szerencsére. És akkor a szombati nap az augusztus 20 27, a, egy szlovákiai vendég művésznő is lesz, Diskova Alexandra, és aki a egykor fiatalok közé tartozik, még Zopánon kívül a Sütő Norbert. Sütő Norbert, ez az érdekes, mert hogy mi, hogy milyen program, tehát hogy gyakorlatilag itt most nem alkotnak, az alkotók élményeket gyűjtenek. Hát ez egy sűrű három nap lesz egyébként, és nem hagyjuk őket nagyon pihenni, ezt megmondom őszintén, mert tehát csütörtökön megérkeznek, akkor kicsit aklimatizálódunk, és akkor este már a megnyitó. Pénteken ellátogatunk megyeri Horváth Gábor műtermébe, és azért mondtam sütő Norbit, mert párhuzamosan jártak a Művészeti Egyetemre, tehát Norbert is járt akkor, mikor Gábor járt. Lehet, hogy nem egy év folyam, de az a lényeg, hogy ismerik egymást. Gábor nagy szeretettel fogadott bennünket. Természetesen megnézzük a Munkácsi Miány Múzeumot, és hát akkor esténként lesz egy kis uh, uh, kirándulás is, ugye a különböző egységeket megtekintjük, amelyik itt találhatók Békés Én még szeretném őket kivinni a Csaba parkba is, tehát remélem lesz rá idő, meg az én idéglenes műtermembe is, mert most fejeztem be egy, egy projektet, tehát azt is megmutatnám nekik, és aztán a vasárnap már az már zárónap, és az nálunk lesz a tanyán. azt akartam még mondani, hogy az estéken kívül, hát meg fog, megvilágítjuk majd a táblákat egyébként, de napközben nyitva lesz ez alatt az egy hét alatt, folyamatosan a kapu, tehát szeretettel várjuk azokat, akik napközben, napfénynél meg szeretnék nézni a munkákat. Ért az Árpád sor kettőről beszélünk, ahol ezek igen, megtekinthetők. Igen. Na most ugye kurátorként te már találkoztál itt a művekkel. Igen. Ez kicsit szubjektív lesz most ez a kérdés, de azért talán érdekes lehet, hogy, hogy benned milyen benyomásokat keltettek azokat, amik a, mindaz, amit láttál. Én nagyon örültem neki, hogy elfogadták a meghívást. Ismerem az itt kiállító művészek jelentős részét. Azt nem mondtam el az előbb, hogy itt is úgy van, hogy van, aki most hallgatója a művészeti egyetemnek. Volt, aki már végzett, és volt, aki pár éve végzett. Tehát a... és. Különböző szemléletű em emberek ők. Az biztos, hogy mindegyiknek van egy olyan jellegű belső indítatás, ami tehát egy önálló útkeresés és egy filozófiai, hogy mondjam, nagyon szépen megfogalmazták. A, kint lesz az egyik táblán azok a rövid bemutatkozó szövegek, amiket írtak magukról, és élvezettel olvastam akit, tehát, hogy az életnek milyen irányai érdeklik őket. De figyelj, fiatal alkotónak lenni sosem volt könnyű, ma meg szerintem még tehát ez szörnyű. Tehát mondjuk mondok ilyet, akinek a fia most megy az egyik a, a, a Egerbe, a Kruf Eszterházi Károly Művészeti Egyetemre, igaz, hogy film és média kommunikáció szakra, de hát az is a vizualitás. És hát reméljük, hogy, hogy magának a táblakép alkotóknak az biztos, hogy nem könnyű a sorsa Ugye a címére egy kicsit utaljunk már vissza, mert érdekes ez a szóválasztás, hogy itt tehetség bemutató, vagy tehetség gondozó. gondozó vagy bármi, vagy tehetség feltáró. feltáró. Ugye olyan, mintha egy ásatást tárna fel az ember az elrejtett kincsek után, gondolom szándékos volt ez Igen. a szóhasználat is. Tehát itt azért, ahogy mondtad is, fiatal alkotók, és hogy mennyire nehéz most talán az ő sorsuk ilyen szempontból, a, ugye ez a gondolom a túltelítettség miatt van itt Igen. talán és mi a remény, vagy mi a hosszú távú cél mindezzel a programmal. Ugye oda van írva, hogy első, tehát reménykedünk abban, hogy ahogy ti is remélitek, hogy lesz ennek folytatása. Esetleg Próbáljátok majd tágítani ezt a kört, vagy lesz-e fajta specifikum a közeljövőben, amire te például szeretnél koncentrálni, illetve az alkotók vagy a rendezők szeretnének. Tudsz-e valami ilyesmiről? Mind, minden ilyen együttlét van, akik nem ismerik egymást egyébként a jelenlők közül. Tehát ez, ez egy ilyen alkalmi közösség, amelyek ezek az alkalmi közösségek általában azért megmaradnak. Tehát ilyenkor barátságok kötődnek, mivel a hasonló a hasonlónak körül, tehát ö, ö, általában a, most a közösségi média az mondjuk nagyon segíti ezeket a kapcsolat ápoló lehetőségeket, és ö, ez az egyik oldala maga. A konkrét cél az több elemből áll. A, az egyik az nagyon fontos, hogy én itt élek békés csapám, és ö, van bennem mindig is volt egy olyan lokál patriotizmus, hogy ö, azt, ami tudom, hogy mi történik a fővárosban, mi történik a világban, tehát képzőművészet terén milyen keresgélések, mik hogyan történnek, azokat én mindig örülök annak, hogyha ezt a békés csabai közönség is valamilyen szinten találkozhat vele élőben. Mert természetesen más az ö, látni televízióban, vagy az interneten, vagy egyéb blogok, Vagy ett, annak mondjuk na, nagyon örülök, hogy én nagyon aktív facebookoló vagyok, tehát minden ott van a facebookon, ami történik velünk. És ez is egyfajta tudatos dolog, azért, mert nagyon sok ember a posztok által látogat el, úgymond kiállításokra is. A visszacsatolás az mindig nagyon jó, hogy mondják, hú, hogy most láttuk Pesten a műcsarnokban a munkáitokat, hú, hogy most a Balatonnál találkoztunk, Szegeden, ott láttam, ott mentem el, tehát, és ez az... Azért jó, mert nem csak minket látnak, reméljük, hanem a többi kiállító művet is. És ak akkor már van egy olyan, olyan lehetőség, hogy, hogy, hogy adunk többet, mint ami mondjuk egy-egy alkalommal itt elérhető a különböző kiállító terekben. És hát itt most tulajdonképpen a múzeum mondható annak, mert más nincs. A, de a kultúrházak is nagyon sok mindent Na, Visszatérve még erre a dologra, igen, úgy tervezzük, hogy jövőre egy új csapatot szervezünk ide, és igaz, hogy ezt még nem egyeztettem Timár elláll, akinek hála és köszönet ezúton is, hogy megteremti a hátterét ennek a lemez, azért akkor ez, ez pénzbe kerül tehát a vendégek, látjuk egy héten keresztül a művészeket, szállásoljuk, és ezeket a nyomatokat elkészítettük, tehát ki oda, és a technikai háttér, tehát tudod, sok minden van ezzel sok dolog, tehát tényleg le a kalappal, Elő egyébként mindig nyitott volt azokra a dolgokra, amik Hát szoktunk néha kávézni, és akkor gyakorlatilag így <laughs> mindig felpörög a... Általában akkor születnek a legjobb ötékek. Hát igen, igen, azért kávéztam most a beszélgetés előtt. <laughs> és a, a, nekem egy hosszú távú tervem, hogy legalább egy, egy ha nem is ötöd, de hármat biztosan csináljunk ebből a e, programból, évente egyet. Egy éven keresztül lesznek kiállítva a nyomatok, tehát ott a kerítéseken, és most nem használjuk el az összes kerítés kazettát. Tehát én arra gondoltam, ha bírják ezek a nyomatok, akkor még mellé kerülhetnének jövőre az újak, és akkor így folytatva... Összeérnek a generációk. Igen, igen, igen. És hát mondom, dédelgetett vágyam, ha nem is rögtön egy nyomtatott formájú, de mindenféppen szeretnék majd valami katalógust legelőször digitálisan majd, hogyha már három vagy öt ilyen jellegű esemény megtörténik. És hát úgy legyen, hogy történjen meg. Hát történjen meg, igen. Szóval augusztus 25 és 28-a között az Árpácsor kettő alatt lesz majd mindez egy Jankai Art Apartman, ugye, és hát az első országos tehetségfeltáró programról beszélgettünk. Köszönöm szépen, BMZ-nek Én a beszélgetést. köszönöm a lehetőségem. Kedves nézőink, ez volt az aktuális. Kísérjék figyelemmel műsorainkat a televízió képernyőjén, és kövessenek minket a behír.hu-n viszontlátásra.